Május 1-e ellenére megtelt hívőkkel vasárnap délután a Mária világkirálynője római katolikus egyház község Palicson. Sokan szeretett plébánosok szombati ünnepi szentmiséjén is részt vettek a radonováci templomban is. Nagyon örülünk neki, adjon a Jóisten neki erőt, egészséget, hogy még sokáig azért velünk lehessen, mivel hogy nyugdíjba kellene lehet, hogy menjen, de tartsa Jóisten még velünk meg. Leiszt József aranymiséjének jelmondata megegyezett az első misiének jelmondatával. Uram, add, hogy szeresselek az embereket szeretve, és neked szolgáljak az embereknek szolgálva. Aranymise tulajdonképpen egy olyan élmény, amit úgy mondanám, hogy emberi szavakkal ki nem mondható. Mert ez tulajdonképpen nem szóból áll, hanem az életnek a tartalmából. Amit tulajdonképpen, mint keresztény ember, csak is a Jóistenre gondolok, aki rám tekintett, és méltónak talált arra, hogy erre a pályára meghívott, és hogy minden gond, nehézség ellenére meg tudott őrizni, vagy megőrzött, hogy ezen a napon szívből, lélekből, örömteli szívből, lélekből emeljem föl lelkemet az égiek felé, és hát azt mondom, hogy hálát adni, hát ez csak egy szóval ki van mondva, de ezt át kell élni. Az ünnepi szentmisén a hívekhez szónokként németül Komorica Frányó, banyalókai püspök fordult, horvátul pedig Vinko Púlics, boszniai nyugalmazott érsek. Magyarul Palatinus István atya, a magyar kanizsai szent őrangyalok római katolikus templom plébánosa szólalt fel.